szerelem is véget ér egyszer. A legjobb házasság is végződhet válással. A mai műsorunkban arra keressük a kérdést, vajon van-e élet a válás után? Mai első vendégem, Géza. Meghallgatnám a szív hangot. Ez lány, ez nő lesz. Még így rúgdos, ez már nő. Kedves Géza, látom azóta, mióta utoljára találkoztunk, sem futottál össze a fogolmossal. Hát az úgy volt, hogy csatornára gyűjtöttem, hogy hezitáltam, hogy fogolmos vagy csatorna, de aztán a csatornához meg ház is kéne. Így maradt. És nagyon jó ez a dizájnos felszerelés. Ja, ez? Hát ez egy kicsit sportos, mert így lejárok a DM-be, a Tesco-ba, meg minden én akciózok, és aztán egy kis suranú mackóval állandóan így vagyok. Ez ilyen mezőgazdasági tornacipő, tehát fit vagyok. Foglal helyen nálunk, és Margitot hol hagytad? Margittal együtt jöttem, azt mondta, mindjárt jön a meg tud állni. Egy üres parkolóhelyet keres? Nem, a féket. Akkor köszöntjük nagy szeretettel mai estén második vendégét, Margitot. Üdvözöllek, Margit. De három év óta semmit nem változtál. Iszonyatos gond van. De hagyjál van itt az este. Így kinyalva lenni van. Nem az én hajfestékemmel. Igen, kipróbáltam, de nem fedi be ezeket a hajszálakat. Kedves Géza, látom, megint elhoztad a gitáron. Elhoztam, mert ezzel tudok igazán jól messzekedni. Ne gondold! Ó, ne, hogy ilyen a lakás. Nem fog mindig az OTP, mosolyogni rá. És ha még most ilyen a kulcs, de itt, hogy így marad örökre, ha járunk ügyére, a szintről sietve. Ne hidd azt, ó, ne, hogy ilyen a lakás. Anyám dolgozik helyetted, míg a négysetűbe jár. Enyém már az egész nagy ház, remélem így marad örökre. Ajánlom könnyél el a színről sietve. Ne gondold, ó, ne, hogy ilyen a lakás. Abból, hogy is éltek, hiszen halljuk, hogy elváltatok, de igazából arra lennék kíváncsi, hogy külön éltek? Ja, külön élünk, ő a nagy szobában, én meg a kis szobában. A fűtős szobában meg ütkán futunk. Hát a szomszédok szerint állítólag rendszeresen beszélgettek, igaz ez? Ez kérem, teljesen rágalom. Mi naponta háromszor beszélgetünk, de teljesen rendszertelenül. Hát úgy hallottuk, hogy balta csapásokat is hallottak. Hát na most az nem kizárt, mert én tekintettel vagyok a felső szomszéd, és a stílfűrész egy kicsi stílustalan éjszaka. Hiába sikítoztam, egyre csak folytogatok. Hát azért, hogy ne sikítoztam. És egyébként a hétköznapokban mivel foglalkoztok? Hát az ex-nejem az akciós hősként dolgozik. A filmgyártásban? Hát régen ott is, de most már megy össze-vissza, mert a városunk tele van ilyen multitége, Rossmann, Benny, meg DM, meg mindenhol akciózik, azt megy, azt akciózik. A múltkor képes volt bemenni Debrecenbe egy fél kiló tarhonyára. Hát 4 forinttal olcsóbb volt, hát megérte, mert akciózik. Tudod, mi vagy te? Nem akciós, egy reakciós! Vagy reakciós! Valaki rámed, valaki rámed,
csináltam, aztán szégyellem az előző nevem, meg amúgy is az ilyen rövidítés volt, hogy tudományosan elcseszett selejtes cuccok osztogatásra kész. Ez volt az előző nevem, most meg felvettem a kora kézzel. Mert nekem akkora... Akkor jobb lett volna a semekkora nevedbe fesz. Ezt tudom. És Margit, te mivel foglalkozol? Nekem van egy személyes alapítványom, és most már engem is meg lehet pályázni. Hol? Legutóbb a zöldséges pályázott meg, 8-tól fél 10-ig a kuratóriumban. Milyen kuszkussal. Mivel lehet ezt a Margitot akkor igazából felizgatni? Téged tudod, mivel lehet felizgatni? Ha elveszem a nyugdíjadat. Akkor a múltkor is láttam, hogy a zöldséges répáját ott végezegettétek anyukával, meg a taszos ember répáját is. Nézzetek! Na megyünk anyukával, de mindig a kis... Hát igen! Jön már, taszos ember, segítsen! Miért nyugodjatok meg is! Nem jövök a Mónika. Miért Folytassuk rendesen. Én kérem, tisztességes nő vagyok. A-ekranitált, a-ekromis tréner. Hát, már megint szitta az anyám. Milyen csodákat én is tudok mondani, hogy ne diszkrimináljam. És te Géza, mivel foglalkozol? Én távolba nézem. Várom a postát. Hozzá a segélyt. Hát meg a mellett én mélleképes gombaszakértő. És meg tudod különböztetni az elhető gombát a mérgestől? Ebéd után. Lejárhat engem. És egyébként másodállásod van esetleg? Van, egy útépítő cégnél vagyok, gyors és gépkocsi rakodó, és már tudományos kutatásaim is vannak, felfedezéseim. És mik azok a tudományos felfedezések, amiket elértél? Felfedezte a kétdimenziós postást. Az úthengerrel. Még hogy te dolgozol, mikor reggeltől estig csak a tévét nézed. Most is befogta valamelyik amerikai román csatornán a dallaszt, az reggeltől estig azt nézik. Hát, mert annyira szeretem, hogy már utálom. Aztán én is felvettem így 56 évesen ezt a fiatalos rappes dolgot, aztán írtam nektek egy jó kis rappes nótát. Pénteken este a dallaszt, nézem mindig a műsort. Csizmám a súlyban, azt leszem az nullat, dobozba zárva az újtól. Lepuk itt fejem és húzogok a mikrofába, fákkal a pa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 p
a vége. Hát elegem van a Dallasból. Azt a fia borsal. Nézzetek vele a legújabb sorba, mindenkinek itt van egy csoki. Az asszonynak plusz még a csoki. Nekem vagy a filmen egy jobbra, mint Juli. Jézusos az a temetőbe, temetőbe viszki, viszki. Ha nem lesz vége, megőrülök. Ha jövőre jutott, leőszülök, megőrülök, leőszülök. Kiúlik a fogam, elkávulok. A reklámokon már nem ámulok. Impotens milliómos hamburgerem ők. Én vagyok itt a szenvedő, mert elegem maradó. Vége Brite, Kati, Nucsi, Amalika. Nézzétek, itt van Amerika! Mondd meg azt, hogy hány az
szóra, felveszem újra. Meg akadja a lemezsgét. Fit videóra, mert hatszor jobb ez, mint egy gitáróra. Százszor jobb, mint az izaóra. Az 500 millió harmadik részt, abban én már nem veszek részt, mert kihal a nemzet, meghal a föld. De Juhin család él örökköd, mert Bobi, Juhin, hogy feltámadt a nagyanyám, szartozott hátra hármat, ugye nem mondott magám az őrület. Hát meghalt a Bobi, de újra lesz. Mert a legbiztosabb kábítószer, dallas öreg, roki csipszer. Mert néző vagyok, teljesen hülyének néznek. De jövő héten újra nézlek, mert elegem van a dallászról. Csak írja magasztól. Elegem van a dallászról. Csak írja magasztól. Köszönjük szépen! És akkor most térjünk rá egy kicsit a szabadidőre. Margit, te mivel töltöd a szabadidődön? Én imádom a természetet, sokat szoktam biciklizni. Ahhoz képest, hogy mit tett veled a természet? Sokat szoktál biciklizni, ja? Gyerek nélkül. Múltkor, mondjuk ez nem volt benne a szövegben. Múltkor is magasan volt a nyerek, azt leengedted a kereket. Ennyi ez volt. Te meg még azt se tudtad felfújni. Hogy a fogadat csináltad. Te meg azt se tudtad felfújni. Hát persze, mert rossz volt a konstrukciója. Nem fért a fejem a külön. És akkor azt mondtam, fő a biztonság, a biztonság. Hát mert az ószer és az van írva, hogy tökéletes biztonságot gyújt. Aztán mégis leestem a padlásra. Az ügyek felé már. És akkor, ha már itt elhangzott, hogy végül is közös lakásban laktok, akkor vannak-e problémáitok a közös helyiségek használatával? Én szoktam főzni a konyhában, néha még Gézának is. Hát, hogy a zsíros kenyér kevésedeket főzésnek számítja. Akkor szoktál főzni. Egyébként meg a fürdőszoba az nem volt. És azt tudod, Mónika, hogy miért nem most kezed a vécézés után, Géza? Na miért nem most kezed? Hát azért, mert mindig kiül a tartály, mire felmászik a láncon. És mi az, ami leginkább bosszant benneteket a másikban? Hát engemet az, hogy Géza állandóan bulikat rendez a lakásban. Hát jó. Hát csak a születésnapokat ünnepeljük. Na de minden héten? Hát persze, múltkor Kafka Margitnak volt. Két hét múlva Aranyjám is napjára. Azt sem tudod, mi az a költésznek? Hogyne tudnám már. Költészetnek nevezünk azt, amikor a szöveg nem ér ki a lap széléig. Az költészet. Itt van, látod, egy kis gyöngyszem, egy kis költészet. Arról, hogy milyen jó népület. Amikor elmentünk, hittem, amikor elmondtam. Kannásból bíztam, és halásból itt hallottam. Későben tányan én is befeküdt az ágyamban. Igen. Amikor elmentünk, hittem, amikor itt hagytál, örömömbe gyanultam. Én győzikelek újabb lemezseit gyújtoltam. Hát jó! Rimámomban újra összebújva táncoltam. Vele? Jó, vele!
De az élet szép, mert az ügyvédedet felhívtad. Vastad is, és így hírzsint, és így boldogodtad. Három hétig csak ittad. Amikor elmentél, így el nagyon elmondtam. Azt hiszem, megkérem a producerbe, hogy folytassátok nélkülem a műsort, jó? Nyugodtan beszélgethetek, nyugodtan tovább. Átadom a szót, jó? Monika, sápadtad. Megkívántál. Picit rosszul érte. Nem lesz tenni. Na hát folytassuk. Az a legkibírhatatlanabb benne, hogy reggeltől estig csak a szörnyű gitározását kell hallgatnom. Igen. És akkor erre mit tudsz lépni? Na, hát majd veszek egy dobszárkót és dobolni fogok tanulni. Nem elég nekem a egész egyszerűen nem is érdekel.